rajzolok egy teret, és akkor beleképzelem dolgokat, és akkor az internetről megnézik, hogy mi az, ami korhű, meg tudjuk szerezni, vagy nem tudjuk megszerezni, meg a tévéraktárnak. Szóval ez egy ilyen praktikus szakma. Éppen a díszletekről beszél Sopsics Árpád, a Martfűj Rém című film rendezője. A magyar thriller egy sorozatgyilkos történetét dolgozza fel. A rendező először főiskolásként találkozott a témával, amit a 2000-es évek elejétől szeretett volna megjeleníteni. A közönség találkozón elhangzott, a rendező a gyilkosságokkal kapcsolatos eredeti vallomásokat, jegyzőkönyveket is felhasználta a forgatókönyvírás során. Azt megérteni, hogy valamit miért tesz pontosan, annak soha nem egy indoka van. Az egy összetett dolog. Genetikától nevelésig, hittől, hitetlenség. Szóval ezer összetevője van, hogy valaki miért tesz meg valamit. A késztetés fokától, stb. Az egri bemutató után a direktoron kívül a nézők az egyik nyomozót alakító Anger Zsolttal is találkozhattak. A néző szívét is az ragadja meg, hogyha érzelmileg az ember helyre teszi magát, és azt valaki valahogy, ha átéltük, hanem a zsigereinkben mindig érezzük, hogy mit jelent az elnyomás, mit jelent a szabadság, mit jelent a feszült politikai légkör, mit jelent kiüresedett és céltalan társadalomban élni, ezt a saját bőrünkön bármelyik pillanatban érezhetjük. A Martfűj Rémet 35 mm-es filmre forgatták, az operatőr Szabó Gábor volt. A trillert november 17-től vetítik az Egri moziban.